Jobbat is küldhettek volna, nem? Szia! Hello, hello. Szia. Szia! Mi újság? Mi lesz? Széleken beadásokat fogjuk venni, de a fókusz a védőkön lesz. Jó. Abba kell majd a segítséget, hogy ott a kapu előterében hogyan működnek a védők. Jó, oké. Okay. Jó van. Lekezelek a fiúkkal. Szolnok Iran, szia! Szia, Szolnok Iran! Szia, Szolnok Iran! Kicsit próbálom közelengedni magamhoz a játékosokat. A legfontosabb az, hogy érezzék a bizalmat az én részemről, és ők is valamit próbáljanak visszaadni a pályán. Beszálltok közétek? Mennyinél van dupla? 15, 2, 3, 8, 9. Mi megyünk be? Szép! Lestük, nem? Extra volt, bravo! Én is vártam már ugye a találkozót a gyerekekkel, remélem, hogy jó meglepetés volt. Összességében azt gondolom, hogy nagyon pozitív volt ez a másfél óra, amit együtt töltöttünk. Kinek adtam a bőrt? Bocs, nem direkt volt. Esküszöm, védő vagyok. Én tudatosan nem tudok adni. 19-20. Ez dupla vagy nem dupla? Dupla. Azonnali dupla. Hát persze. Én is akadémista voltam, és egy kicsit az én példámat is nézhetik, hogy innen akadémistaként hova jutottam el. Figyelj! Labdaszerzőknél, ami fontos szerintem, egy próbálja megtámadni a labdást, a másik mellette bezárt. A legjobb esetben bezárod az egyik sarokba, egy támad, megy mögé a másik, leszűkíted a területet, és akkor tudsz labdát szerezni. Rendkívül pozitív volt ugye maga az edzésnek a felépítése és a gyerekeknek a hozzáállása. Így. Figyelj, figyelj, gyere! Szép! És lép ki! Bravo! Csillaver! Ha? Láttad ezt? Bravo! Mindenféle tapasztalatot, amit eddig gyűjtöttem pályafutásom során, megpróbálom majd nekik átadni. Igen, beszélj, jobb kéz, told ki! Láttam őket az edzésen, mindenki oda tette magát tényleg maximálisan. Lehet látni, hogy rendkívül jó játékosok alkotják ugye a csapatot, ami a legfontosabb az, hogy élvezzék, amit csinálnak, és törekedjenek arra, hogy minden egyes nap többek legyenek.